A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás reggeli. A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere az eMag webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital eMag Kft. Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV hírei következnek. Nos, hát kérem szépen, az elmúlt hetekben, hol itt a Millás reggeliben, hol 3-4-kor az Uzsonna kamatban beszélgettünk ezekről a felhőalapú ügyfélszolgálati rendszerekről a zavaja kapcsán, úgyhogy ugye az első részben, ahol felfedtük gyakorlatilag, hogy ki áll az ügyfélszolgálatok, nem is tudjuk, hát nem is foglalkozik vele az ember, ugye csak elmegy és kérje, hogy intézkedjenek, segítsenek neki, és hát lerántottuk a leplet, hogy bizony a zavaja bújik meg a legtöbb esetben telkó cégeknél, bankoknál, az ilyen helyeken, és hát sokat beszélgettünk ugye ehhez kapcsolódóan a felhőalapú rendszerek működéséről, előnyeiről, de a munkavállalói oldalt még nem forszíroztuk, illetve azt a kérdést sem, hogy van-e értelme esetleg ilyen bizonytalan gazdasági helyzetbe egyáltalán ebbe befektetni és pénzt pumpálni a cégeknek. Gombár Györggyel, az Avaja Magyarország ügyvezetőjével folytatjuk ezt a beszélgetés sorozatot. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt! Köszönöm a hallgatókat! Nos, akkor nézzük meg, hogy ezt a költségoldali dolgot után foglalkozunk egy kicsit a munkavállalókkal. Hát igen, egy biztos, hogy a mostani időszak elég nagy kihívás elé állítja magukat a dolgozókat is, meg a tulajdonosokat is. És ha megnézitek önmagatok is, látjátok, hogy mekkora az infláció, ugye nyilván egy cég tulajdonos szempontjából ez azért aggasztó, mert a beszállítók vagy egyetlen az anyagoknak a költsége emelkedik. Akkor vagy árat tud emelni önmaga, vagy pedig nem tud. Illetve a másik oldalon, hát gondolom ti is saját környezetekben, vagy a hallgatók is beszélgetnek cégek tulajdonosaival, hát jelentős méretében az látszik, hogy munkaerő nincsen, bár egy recesszió előtt állunk, de a bérek az egekben vannak, és egyébként is nagyon nehéz munkaerőt találni. Tehát, hogyha ebben a térben kell dolgozni mind a munkavállalónak, mind pedig a cég tulajdonosának, akkor egyre inkább szorul az olló, amit nevezzünk profitnak, tehát ez a legnagyobb kihívás. Most nyilván felmerül a kérdés, hogy mi a köze egyáltalán ennek az ügyfélszolgálati technológiának, vagy a felhőalapú technológiáknak mi a köze ehhez. Ugye egy biztos, hogy a hatékonyságon valamilyen módon növelni kell, ugye ez a legnagyobb kihívás, ezt kétféleképpen tudod megtenni. Az egyik megoldás az az, hogy a dolgozókra egyre nagyobb terhet, egyre kevesebb létszámmal, egyre nagyobb terhet rúz. Ugye egy idő után azért a dolgozóknak az elégedetlenségét maga után vonja. A B-verzió, meg hogyha megnézed azt, hogy mi az, amit egyébként képvisel tudna végezni, és itt tud segíteni az ügyfélszolgálati technológia, hogyha ez automatizálás jelent. Hogy egy kicsit ez megfoghatóbb legyen a hallgatók számára, és pár dolgot kiírtam, hogy mondjuk a kicsit távolabbra nézünk az Egyesült Államokban, hol jelentek meg leginkább, legnagyobb számban ilyen jellegű munkakörök. Van egy pár jó pár meglepetés ebben. Amellett, hogy nyilván, hogy virtuális ügyfélszolgálati kolléga tud általános információkat adni, valahol már az ügyfél megrendeléseket is egyébként így veszik föl, valahol az éttermekben így tudsz foglalni időpontot, szervízben, orvosi ügyeleteken, valahol a hiba bejelentéseket a már KKV-knak is ilyen műszaki hotline vonalon is így automata veszi föl. Úgyhogy még nem akarom sorolni, mert nagyjából egy tucatnyit írtam föl, hogy melyek azok a... De egy-kettőt még létszik, ezek a tök érdekesek. Igen, ezek a példák a legizgalmasabbak, úgyhogy... Tehát például olyanok, ugye, amire nincs például egy KKV-nak sok esetben ideje, meg pénze sem, hogy megmérje az ügyfél elégedettséget. Tehát az ügyfél elégedettségmérésnek is egy elég jelentős száma, főleg az USA-ban, az most már ezeken az automata technológiákon keresztül valósul meg. Egyébként az jellemző, és egy mondatot engedjetek meg ebben, hogyha vannak valakinek mondjuk 3-4 kollégája ugyanezzel a tevékenységgel, ügyfelekkel foglalkozik, ügyfélszolgálatos, értékesítő, tehát egyetlen olyan, aki az ügyfél felé néz. Nagyon sok esetben, hogyha a tulajdonos vagy a menedzsment megnézi, akkor kiderül, hogy ezeknek a kollégáknak legalább a munkaidejének 20-30-40%-a olykor olyan dolgokra megy el, amit egyébként a technológia átvett. Most, hogyha a munkavállaló szempontjából nézitek, ugye ez az, amit mindenki nem szeret. Tehát ez, amikor kockás üzletben felvezetik azt, hogy kiket kell fölhívni, akkor megkérdezem a másik kollégát, fölhívtad, és stb. Na, ezt mindenki utálja, hiszen ez egy nyűg. Ezt tudja lekezelni technológia. Tehát én azra bátorítok mindenkit, hogy nyilván ez az, amivel foglalkozni kell, hogyha egy recesszív időszak előtt nézünk.
Világos. Milyen költség megtakarítással és időmegtakarítással lehet számolni ilyen esetben, hogyha ki lehet váltani ezt a... Tehát, hogy mennyiben van paritásban az, hogy én most egy ilyen high-tech cuccot bevetek azzal szemben, hogy élő munkát akarok. Olcsóbb lesz a működésed. Olcsóbb lesz. Azt szoktam mondani, hogy ha így összeszedsz mondjuk egy ilyen, az előbbi példánál, hogyha nézzük ezt a párfős csapatot, hogyha összeszedem azt, hogy ezek a munkákból, amiket ők végeznek, mennyi az, amennyi kiváltható technológiával, akkor most arra mernék fogadni, hogy egy KKV esetében ez a költség, amit a technológiának havi előfizetésben fog fizetni a technológiai szolgáltatónak, az kisebb lesz, mint ez a bérköltség, amit így megtakarít. Ugye ez két dolgot jelenthet. Rosszabb esetben, hogyha úgymond lejtőn van a cég, akkor ez azt jelenti, hogy kevesebb kolléga is elegendő. Ha viszont éppen a szolgáltatásának a rovására megy az erőforrás, a humán erőforrás hiánya, akkor ezzel viszont tud magán segíteni, tehát fel tudja szabadítani a felesleges, meddő, egyébként is unalmas munkák alól a kollégákat, tehát tud abban is segíteni, hogy még a jókedv is javulni fog. Egyébként azt vesszük észre, hogy a munkavállalói elégedettséget is jelentős mértékben javítja az, hogyha telem a kockás vezetően kell egymást nyaggatni, hogy kikit hívott már fel a mai nap folyamán. Ez úgy hangzik, mint egy tuti recept. Van egy neuralgikus pontja, amivel mi is sokat foglalkozunk és felméréseket citálunk, ez pedig a digitális érettsége a cégeknek. Tehát ott, ahol még esetleg vállalatirányítási rendszerek vagy CRM rendszerek helyett Excel van, ott, ahol esetleg még honlap sincs, mert azt mondjuk, hogy minek, hát megvan az én ügyfélköröm, nem foglalkozom ilyen úri huncutsággal, ott ez hogy tud megjelenni, meg tud-e egyáltalán, vagy hogy tudják használni ezt a technológiát? Igen, én is ezen sokat szoktam gondolkodni, hogy lehetne javítani ezen az állapoton. Egy kis felmérést is, hogy idézzek. Egy 2021 év végén készült felmérés alapján az derül ki, hogy a cégek 87%-ának a weboldalán tudsz vásárolni. Tehát nyilván van egy csomó olyan típusú tevékenység, ahol egy webshop nem feltétlenül releváns, de az meglepő számomra, hogy 87%-a a cégeknek még úgy látja, hogy a digitális térben egyáltalán nem kell, hogy náluk vásárolni lehessen. A másik, ami érdekes, és ez viszont szerintem bátorító, hogyha digitális érettségről beszélünk, hogy volt egy szintén egy másik felmérés, amiben meg az derült ki, hogy a magánéletben például az ilyen egyszerű dolgokat, mint ahogy most is beszélünk egymással, a videós chat technológiát 59%-a a dolgozóknak használ, ugyanakkor a céges környezetben ez csak 27%. Tehát ez azt jelenti, hogy igazániból nem feltétlenül a digitális érettség ott vesz rész el, hogy a dolgozók nem hajlandók, vagy nem képesek használni a digitális térben azokat az eszközöket, technológiákat, amiket a rendelkezésükre bocsátok, hanem sokkal inkább a döntéshozók félnek tőle. Tehát gondolod, hogy kétszer annyian használják magánéletben nagyjából ugyanaz a technológiai kört, digitális érettség szempontjából ez fontos, mint amit a céges környezetben. Én azt gondolom, hogy ez az a pont, ahol a cég tulajdonosoknak, egy menedzsbennek ezen el kell gondolkodnia. Ez bocsáss meg, kicsit akkor hasonló ahhoz, amikor nem támogatja az otthoni a távmunkát, azért mert nem látja fizikai jelenében vagy megtestesülésében a munkavállalót, nem tudom kontrollálni, hogy ő dolgozik-e, mit csinál, lehet, hogy a levest rotyogtatja, ahelyett, hogy küldene még 3 ajánlatot az ügyfeleknek. Gondolom ugyanebből egytől fakadnak ezek a dolgok. Igen, és hát ugye a másik előnye ezeknek a szolgáltatásoknak, és ez megint egy olyan dolog, amitől általában a tulajdonosok, cégvezetők félnek, hogyha én a felhőből valamit igénybe veszek, az mennyire biztonságos, illetve a másik az, hogy mennyire kell nekem ehhez érteni. És az, amit látunk, hogy annyira leegyszerűsödik ezek a technológiáknak a használata, hogyha a saját alaptevékenységét egy cég menedzsmentje jól ismeri, akkor azt gondolom, hogy a kis technológiai segítséggel a szolgáltató oldaláról nagyon hamar eredményeket tud elérni, tehát nem kell megtanulni úgymond felhőül, nem kell megérteni azokat a technológiai dolgokat, ami ehhez szükséges, hanem a saját alaptevékenységeket kell megérteni. Épp tegnap volt egy beszélgetésem valakivel ezzel kapcsolatban egy nagyobb leasing cégnek, a középméretű leasing cégnek a vezetőivel. Hát pont azok derülnek ki, hogy nagyon egyszerűen lehetne folyamatokban olyan jellegű digitalizációval segíteni a kollégákon, ami megakadályozza azt a tipikus problémát, ugye, hogy a dolgozók azt mondják, hogy én túlterhelt vagyok, miközben egyébként nem biztos, hogy mérem, másrészt pedig nem biztos, hogy adtam neki olyan technológiát, amivel ezt csökkenthető a túlterheltség. Egy ügyfél oldali kérdésem lenne, hogy olyan esetekben, amikor a
rendszer nem tudja kezelni az ügyfél problémát, vagy elakad a beszélgetés, akkor átkapcsol húsvér ügyintézőhöz, és összeköti egy emberrel? Illetve hogy ennek az arányát ezt mérik, vagy méritek, vagy ezt hogyan lehet nézni, hogy mennyit tudnak, milyen arányban van erre szükség például? Igen, tehát ez mindig szoktam mondani, hogy bizonyos folyamatok esetében nagy százalékban kihelyettesíti az élő munkaerőt a technológia, viszont vannak olyan helyzetek, amik nem. Ha egyszerűen akarnám megfogalmazni, minél komplexebb egy folyamat, annál kevésbé szoktuk javasolni azt, hogy érdemes erre technológiai megoldást, tehát virtuális ügyfélszolgálati kollégát például beállítani, pontosan azért, mert az ügyfélt ez irritálni fogja. Egyébként meg a kollégát is, mert amikor megkapja az ilyen automata beszélgetésnek a leíratát, végeredményét, akkor egy kevésbé boldog ügyféllel fog beszélgetni. Tehát akkor ez nagyon fontos ez meghatározni, hogy mikor kapcsoljon át, hogy mikor jön ez a pont, ahol... Így van. Hát igen, és ezeket mérni kell, és ezeket bizony az van, hogy bizony a cégnek a menedzsmentje kell tudja nagyjából, hogy fogalmazom, paraméterezni annak érdekében, hogy mi az a folyamatot, amit egyébként automatizálni akar, és mi az, amit nem akar automatizálni, vagy részben akar. Aha, oké. Világos, hát nagyon köszönjük, szerintem megint jó sok hasznos információval szolgáltunk, és még lesz ilyen, úgyhogy köszi szépen, szép napot, jó munkát, kellemes ünnepeket, mindent. Szia! Gombár Györggyel, az Avaya Magyarország ügyvezetőjével beszélgettünk.